Bhagavate Vasudevaya. Con ello. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jó volt? Háromszor szoktunk. Akkor még kettő. Om Namo, először én, jó? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Barbi, jövő hétül templomot lehet nyitni. Annyira jó minden, mint hogyha már minden nap csináltuk. Rendben, akkor beszélni fogunk ma. Hát krisnások miről szoktunk beszélni? Ki tudja? Krisnáról. Nagyon jó. Arról fogunk ma beszélni. Bhagavad Gita-ban Srila Prabhupát azt mondta, van egy vers, ami legfontosabb vers. És ez a negyedik fejezetben van. Gita. Aha, hát szerintem. Jó. Most megpróbálunk. Most az egyszer. Negyedik fejezet, 9. vers, amit azt mondja, először elmondom a szanszkritot. Szanszkrit nagyon tiszta nyelv. Ha halljuk a vibrációt, az nagyon kedvező mindig hallani. És úgy mondja, Jamma karma cheme devyam evam yoveti tatvata tetva deham ponar jamma neti mameti sorjuna. Magyarul nem tudom, csak oroszul, ezért fogok oroszról magyarra fordítani. Arról van szó, hogy aki megérti Istennek a transzcendentális cselekvedésének és a cselekvésének és a megjelenésének a természetét, az a személy azonnal megszabadul minden szenvedéstől, minden karmától, és megérti a saját lelki természetét, és minden vágya teljesül rögtön. Erről beszél ez a vers, és Srila Prabhupád mondja, hogy az ember életének az értelme, aki emberi testbe született, azért született, hogy megértsen Istennek a természetét. A születésének, mert hát ő megszülethetetlen, de ugyanakkor valahogy születik, ugyanakkor az ő cselekvései, az teljesen szeretettel tele, mert Isten nincs nála más, mint szeretet, ő minden szeretetből csinál, és boldogságból, de ugyanakkor az nem anyagi, és ezeket nagy bölcsek képesek megérteni, vagy azok, akik gyakorolnak bhakti jógát. A bhakti jóga képessé teszi embert, hogy megértsen Istennek a természetét és a megjelenésének a természetet. Igen. Ma fogunk ennek a fényében beszélni Istennek a természetéről. Mert mindenki tudja, hogy van Isten, mert a nyugati világban nem kell bizonyítani, hogy van Isten. Néha nagyon ritka olyan, mint mondjuk az óceán, vagy kis vulkán, puf, ami elalszik rögtön, néha felbukkanak itt, ott ateisten, nincs Isten, és utána kész, még tovább nincs magyarázat neki. Szóval magyarázni, vagy meggyőzni, bizonyítani nem kell, viszont sokan mondják, hogy igen, van Isten, tudom, de valójában ki Isten nem tudja. És Isten, ő a Ananda Chinmaya, vagy Satchit Ananda Vigraha, ez azt jelenti, hogy ő személy. Istenség legfelsőbb személyisége. Ő személy. Ugyanolyan, mint mi vagyunk személyek, fordítva. Mi ugyanolyan személyek vagyunk, mint ő. Mert ő az eredeti. Ő az eredeti személy, és ahhoz, hogy ő a szeretet, de ahhoz, hogy az a szeretet, az legyen boldogság, akkor, mert képzeljünk el, hogyha van méz. Ki szokott enni mézet? Nagyon jó. Méz édes, ugye? De hogyha méz ott áll a polcon, akkor hol van az az édes íz? Akkor nincs élvezve az édesség.
mikor van élvezben, amikor nem üvegben van, igen? Ha nem eszünk. Amikor eszünk. Gyere, ide. Most nekem segíteni, mesélni. Jókat mesélsz. Igen, amikor eszünk, amikor a méz a nyelvre kerül, akkor édes íz megnyilvánul. Szóval ugyanúgy Isten ő boldogság, nagyon sokan jogások tudják ezt a szó, ananda, ananda, ananda. De mi ez az ananda? Fogalmuk sincs. Mint az omról fogalmuk sincs senkinek, ugyanúgy anandáról szintén. És ananda boldogság, de ez a boldogság akkor van, mikor Isten megteremti lelkeket, és velük van szeretet kapcsolatban. Vagy, most nagyon veszélyes szót fogok mondani, mert ez félreérthető lesz, szerelmi kapcsolatban. Azért félreérthető, mert ez nem az anyagi szerelem, hanem ez teljesen tiszta az anyagi. Ma, amit én fogok beszélni, ez lelki tiszta dolgok, és nem hasonlítható össze anyagi dolgokkal. De hogyha anyagi, például, picit lehet, például, mert a szeretet szerelem, az nagyon nagy boldogságot okoz. És ez még csak anyagi is, nem tiszta. De hogyha de hogy Isten, mikor a saját lelkekkel kapcsolatban van, ez a személyes viszonyunkban, akkor az a szeretet, az tiszta. Ez azt jelenti, hogy az a boldogság annyira tiszta, annyira erős és magas, és végtelen, mert Isten ő végtelen, azért, hogy mondják is, hogy őt nem lehet végig megérteni. Mert ő végtelen. Hogy lehet végtelent megérteni? Nem lehet. És hogy ugyanúgy az ő viszonyok végtelenségig frissek maradnak, és mindig új és új ízek vannak benne. Ez a szeretet. És ez csak személy tud, mert személynek vannak igényei. Nekünk van, kinek nincsen igénye, nincsen vágya, nem kell érzelmi semmi, mindenkinek van szükségre. Igen, a saját képe erre teremtette lelkeket Isten, neki is van igényei. És mikor a léleknek az igényei egyezek Isten igényeivel, akkor tökéletes lesz a lélek. Mi most tudjunk, hogy statisztikában nincs tökéletes ember. Ez így van. Srila Prabhupád magyarázza, van egy ilyen Isópanisád könyv, ahol mondja, hogy nincsen tökéletes ember, addig, ameddig nincs Istennel. Mert Isten tökéletes, ahogy csak egy bárki kapcsolja a saját életét Istennel, akkor az ő élete tökéletesre válik. Szóval tud lenni tökéletes lélek. És ma fogunk beszélni következő, most megbeszéltük, hogy Isten egy személy. Ez fontos tudnunk, nem valami ragyogás. Van neki ragyogása, mint nekünk is van aura, mindenkinek van valami ragyogása. Hát, hogyha valaki megnézi egy halott testet és élő testet, lehet látni, hogy hogy a halott testben nincs ragyogása, az élő test az ragyog. Miért? Mert lélek benne van, személy, és személy adja ezt a ragyogást. Ezért, amikor valaki mondja, hogy Isten ez egy fény, nem így kell mondani, hanem a fény az Istennek a fénye. Ez még nem maga Isten, de ez már jelzi, hogy van Isten, mert az a, mint a, itt most a világosság a szobában, akkor mi nem mondjuk, hogy szobában van a nap, hanem a napnak a fénye itt van. Akkor ez már jelzi nekünk, hogy nap jelen van. Szóval ugyanúgy Istenről. Szóval egy személy, ő neki van fénye, van energiája, de ő, mivel személy, ezért neki van formája. Képzeljük el. Van keze, lába. Istennek is. Nem csak egy ilyen valami gömb, hanem van egy keze, lába, és az ő formája csodálatosan szép. Valaki mondja, hogy lehet, hát előbb-utóbb csak megöregszik. Hát igen, a materialista felfogás Istenről az az, hogy megöregszik. Ezért sokan, akik nem értenek Istennek a természetét, hogy amikor ábrázolni próbálnak, akkor ilyen öreg fárad, ilyen ráncos, öreg bácsi szakállal Halloweenben, mert Isten nem vásárol, kívánta a karácsony előtt Isten vásárol, nincs ruhája, amit talál magának, valami zsák vászonból,
és akkor ilyen öreg, már unja az egészet, mert már annyira ős, ha már ő unja. Ez a materialista felfogás. A tiszta felfogás, hogy ő öröki fiatal, nem öregszik. Mert anyag öregszik, lélek nem öregszik. Nem tudom, ki érzi magát, hogy ő már öreg ahhoz képest, amilyen volt 20-30-40 év ezelőtt. Nem érzünk. Miért? Néha lehet, hogy test már mutatja, hogy ő már nem bírja ugyanúgy felmászni a fára, beugrani a repülőről ejtőernyő nélkül, ahogy régen szoktunk. Test már nem bírja, de még szívesen kiugranunk. Nem? Szóval a lélek az mindig örök, és Istennek a formája, öröki fiatal is csodálatosan szép, végtelen. Hát ő szépségének a forrása. Hogyha látnénk Istent, akkor el se tudjuk képzelni, hogy tökéletesen szép valaki az Isten. Mi is azok vagyunk, amikor lelki testben vagyunk. Most kaptunk karma szerint testünk, az többé-kevésbé szép, egyre csúnyább, de a lelki forma még nekünk is csodálatos, tökéletesen szép. És ahhoz, hogy megértjünk Istent, ugye már akkor megbeszéltük, hogy Isten személy, akkor most megbeszéltük, neki van formája, hogy mit jelent személy. A személy egy forma, a keze, a lába, vannak érzékszervek, lelki érzékszervek, öröki fiatal, nagyon csodálatos, nagyon szép, ő a szeretet, hogyha bontjuk, miből van Isten, akkor nem húst, vért találunk ott, hanem a szeretetet. Ez az anatómia Istennek. Ezért nincsen sose betegsége, mert nincsen olyan szervek, ami beteg, lelki. Akkor megbeszéltek, hogy Isten személy. Akkor megbeszéltek, hogy formával rendelkezik, szeretet, és azt is kezdtünk azzal a beszélgetés, hogy Isten, vagy az léleknek, minden embernek, vagy léleknek, aki emberi testben megszületett, az a feladata, hogy akarja boldog lenni, és megszabadulni minden szenvedéstől, és minden vágyát teljesíteni, akkor a értelme az életnek, hogy megértsen Istennek a természetét, és a cselekvését, transzendentális természetét, cselekvését, és megjelenését. És most akkor beszéljük arról, hogy hogyan lehet megérteni. Magunktól nem lehet. Próbálni felfogni Istent, lehet végtelen éveken keresztül spekulálni ki Isten, de még egy milliméterre nem tudjuk megközelíteni őt. Mert a mi elme az prizma keresztül látja a világot, mi sokat születtünk, sok traumát kaptunk, félreértékiseket kaptunk, fájdalmokat, örömöket, oktatás, ami teljesen torzítva van az egész világban. Ezek után megérteni Istent, leülni és mondani, na én magától már mindjárt logikával nem lehet. Miért? Hát először Isten a mi felfogás korlátokon túl van, azért nem tudjuk. A másik, hogy a logikánk túl van. Őt logikával sem lehet megérteni. Ezért, hogyha mi halljunk hiteles forrásokból, Istenről, akkor tudjunk érteni. De mellette még gyakorolni is kell. Mert a tudatot kell emelni ahhoz, hogy képes legyünk megérteni. Ezért mi énekeljük Hare Krishna mantrát. Mondjuk így, hogy Isten ahhoz, hogy megértsünk, ő alászáll hozzánk. Hát van ez a híres szó, avatar. Hallottátok már? Ezt az, hogy avatar. Ez szanszkrit szó. Ki tudja, mit jelent? Aki alászáll. Nem feltétlenül testben, hanem ugyanolyan lelki testtel, de alászáll, ez azt jelenti, hogy akkor Isten alászáll hozzánk. De honnan alászáll? Hányadik emeletről? Lifte? Vagy ejtőernyővel? Vagy hogyan?
tudom. Honnan? Lelki. Lelki. Hol van lelki? Jó? Utassátok ugyan, hogy lássak legalább, én tudjak legközelebb, hova a GPS-t kell beállítani. Ki tud mondani újjal, hogy hol van lelki világ? Irány. Akkor már ebéd után menjünk együtt abba az irányba. Ott van? Fönt? Mert alászáll az föntről, ugye? Akkor ott van. És akkor amerikaiak, hogy oda mutatják, akkor kinek van igaza, nekünk vagy amerikának? Mindenkinek. Minden ott van, mindenhol ott van. Így van, a lelki világ az magasabb van, de magasabb tudatszinten van. Nem fizikálisan, nem földrajzilag, hanem tudatszinten. És amikor mondjuk avatár, ez azt jelenti, aki a magasabb tudatszintről alászáll a mi tudatszintre, ahol mi képesek vagyunk legalább látni őt, vagy hallani. És ezért ő alászáll hozzánk, mint a hangvibráció, ez a Hare Krishna mantra, amit mi énekeljünk, ez avatár. Igazából, aki nagyon tisztán vibrál, őt képes látni Istent, mantra megnyilvánul belőle, forma. Szóval ez az avatár. És amikor ezt vibrál valaki, akkor képesített lesz megérteni Istent, hogyha valaki énekel Hare Krishna mantrát. De nekünk ebben korba még ez is nem annyira könnyű fogni, akit nem látok sose, nem hallok, vagy nem látok, akkor énekel Hare Krishna mantrát, akkor nekem ez is egy kicsit nehéz lesz, hogy én megértsem. Ezért van egy másik avatárja, van még tehen avatár, de ezek avatárok között, amik segítenek nekünk megérteni Istent, egyik ez a Hare Krishna mantra, a másik, amikor úgy mondják, hogy murti forma, amit itt látjunk az oltáron, ez is egy avatár, mikor Krishna alaszáll olyan szintre, ahol mi fizikai szemmel tudjunk látni, sőt, még érinteni tudjunk. És ő erre felhasználja anyagi energiáját, mert ez az anyagi energia, Istennek az anyagi energiája, akkor a murti formában tud lenni a fénybe, mert most itt látjuk, kőbe, festékből, akkor elmébe, hát vannak ilyen, akik már nagyon haladók a lelki életbejük, elmébe tudnak összerakni egy formát Istenről. Akkor homok, kon lehet csinálni, szóval többféleképpen. És a legjobb, hát nem a legjobb, de egyik praktikus, ez a murti. Úgy hívják, hogy murti, Krisnának a murtija, és amikor ő alászáll egy ilyen formában, akkor ez a forma nem különbözik Istentől. De valaki fog mondani, de hát hogy nem különbözik? Hát most meséltél Isten, valamit csinál, mikor van szeretet, akkor mozog, beszél, mert mikor van boldogság, akkor ott van valami aktivitás. De hát csak állnak, itt nem is mozognak, már itt, mióta itt ülök, várok, hogy már mi legyen, most kattintsan, legalább kattintsan nekem, de még nem csinálta. Jó, hát nem is megyek ebédre, itt fogok egyedül maradni, és figyelek, hát ha mozog. Ettől, hogy nem mozog, ez még nem jelent semmi. Ahogy a Hare Krishna mantra, nincs a szarva saktis, ez azt jelenti, Isten ebben a hangformában berakta összes lelki energiáját, potenciát, ez ugyanolyan hatalmas Hare Krishna mantra, mint Isten, ugyanúgy, amikor murtiba van. Valakik azt mondják, vannak olyan vitatkozó emberek, azt mondják, ti azt mondjátok, hogy Isten murti formában van. Ti sértők vagytok Isten ellen, mert ti korlátoztok Istent. Mert Isten mozog, de amikor mondjátok a murtit, akkor nem mozog. Akkor ti akartok Istent korlátozni, ez sértő. Mi erre ezt válaszoljunk? Nem, ti vagytok sértők, mert ti korlátozatok Istent, mert ti azt mondjátok, hogy Isten nem képes belépni murtiba?
Hát ha ti mondjátok nem képes, akkor ti próbáltok őt korlátozni. Hát Isten mindenre képes, nincsen lehetetlen számára semmi. Ezért minden energia benne van a Murti formában. De mindenféle avatárnál, amikor alászáll, akkor ő fogadalmat tesz. Mert minden avatárnak van funkciója, hogy ez az avatár, amikor jön, nem tudom, ki hallottam Nrisimha Devről. Nrisimha. Meséltél Nrisimha Devről? Van egy ilyen védelmi forma Istennek, és ez a Nrisimha Dev, ez az avatár, ő nincsen annyira szeretett kapcsolatban senkivel, hanem ő csak védi. Ő ebben hangulatban van, és neki ez a fogadalmat. Aki bántja az én hívőmet, bhakti jógit, vagy a baktát, meg fogok védeni. Ez a Nrisimha Devnek a fogadalma. Amikor jön Krishna, akkor ő másik fogadalmat tesz. És amikor murti formában, amikor Krishna megjelenik, akkor ő azt a fogadalmat tesz, hogy én nem mozgok. Ő tud mozogni, mert valaki mondja, hogy tud mozogni? Hát ez egy vas, fém. De várjatok, de ki kit kontrollál? A fém kontrollál Istent, vagy Isten kontrollál a fémet? Mit szólsz? Isten kontrollálja a fémet. Így van. Ezért, amikor akarja, akkor elszalad úgy, hogy el se kapjunk. Ezért csukjunk be gyorsan ajtókat. Igen, Isten kontrollál a fémet. Amikor akar, akkor igen. De tehát te fogadalmat nem mozgok, nem azért, mert nem tudok. De én nem mozgok ebben a formában. Én elfogadom felajánlásokat, ezért jövök ebben murti formában, amit most csináltam áratit, hogy ezeket elfogadom, hogy lássanak engem, és azok, akik nem tudnak látni az én lelki formámat, akkor így tudnak látni, és aki akarja megérinteni engem, de nem tud lelki formámat megérinteni ezzel az anyagi testtel, de ezt a forma keresztül meg tud engem érinteni. És akkor tudnak engem szolgálni, tisztítani, tudnak öltöztetni, és én így elfogadom ezt a gyakorlatot, ezt a szeretett gyakorlatot tőlük, és megtisztítom minden karmától, minden bűntől, és megadom lehetőséget, vagy képességet megérteni az én természetemet. Ezért jön a murti. És aki szolgál a murtimat, mondja Krishna, akkor ő a Hare Krishna mantrával is nagyon jól tud fejlődni. Ezért van kettő. Hare Krishna mantra, ez a fő dolog, de murti, ez egy ilyen kiegészítő, vagy ez is segít nekünk fejlődni lelkileg. Na most mondom a titkos információt. Aki nem tud titkot tartani, az mehet kicsit ki, 3 percre, majd jöhet vissza. A titok az, hogy hogyha valaki nagyon-nagyon fejlett, és murtikat imád, akinek nagyon erős a szeretetje. Tudjátok, hogy Istennek is van gyengesége, ha bár tökéletes, de neki is van gyengesége, és függése. Krishna függ dolgokat. Ki tudja, mind függ Isten? Igen? Szeretettel? Ne, tényleg gyerekkel, nagyon csinálod. Igen, szeretettel függ. Isten függ a szeretettel, ő függő. Azért ő van, abból van. Hát akkor azon függ is. Igen. És amikor valaki rendelkezik érett szeretettel, mert szeretetnek van különböző stádiók, és van érett szeretet, és valaki murtit, Krisnát murti formában szolgál ezzel a nagy szeretettel, akkor Krishna annyira el lesz bűvülve eztől a szeretet a boldogságtól, hogy elfelejti, hogy én most murti, el fog felejteni, hogy most fogadalmat tett, hogy nem mozgok, nem beszélek, és elkezd mozogni, elkezd beszélni. Nagyon számtalan ilyen esemény van, ami
történelemben, amikor ez történik. Krisna elkezd, lemegy Zoltára, valamikor nincs is Zoltán, amikor jön haza valaki, vagy megeszi a tálcáról mindent, akkor azt csinálja. De ehhez kell ez a tiszta szeretet a szívünkbe, hogy ez ő megcsinálja. Azok, akiknek nincsen ez a tiszta szeretet, de őszintén és nagy bizalommal a felajánlásokat csinálnak, akkor ők mindig éreznek viszonyzásokat. Szóval Krishna lehet, hogy nem fog mozogni, kacsintani, de viszonyozásukat a szívük keresztül mindenki fog érezni azon, hogy itt van komoly viszonyzás. Szóval Krishna válaszol. Ő nagyon nagy úriember. Ki szokott tapasztalni, hogy mondjuk valakinek írunk valamit, SMS is nem válaszolnak. Vagy e-mailt írunk is nem válaszolnak. Vagy valahol megköszönjük, valahol találkozunk boltba, köszönjünk valakinek valamiért, vagy megköszöntünk, és nem válaszolnak. Szokott lenni? Vagy mikor valamikor minek nem válaszoltok, mert nem annyira stresszbe voltunk, hogy nem figyeltük másokat. De Krishna nem olyan. Ő tökéletes úriember, ő válaszol. Ő nem tud válasz nélkül. Mert úriembernek nincsen ilyen opció, hogy válasz nélkül marad valaki. Ezért bárki, aki szolgálatot neki csinál, az kapni fog választ. Szóval ő viszonos. Mert az úriemberesség eredete ez az Isten. Ezért lehet, hogy valaki nem lát dolgokat, de hogyha figyel, mi történik szívében, az fog tapasztalni, hogy ő mindig fog kapni viszonyzásukat. És egy példát elmondom, ki még nem volt Krisna nevében. Barbi. Indítsunk jó buszt programot. Egy jó programot csináljuk. És Krisna völgyben csak egy ilyen, ott van nagy, ugye Rádésiám, ők a kiterjedése, Krisna, mindenki látta a képet, aki nem volt Krisna völgy oltáron, ugye? Nagy Rádésiám. A kis Rádésiám, hát ők idősebbek, mint a nagyok. Hát ez az Isten nem lehet megérteni, mint a nagy Rádésiám, az fiatalabb, sokkal, mert a Krisna, nem tudjunk, hogy hány éves, minimum, az, hogy minimum 250 évig feküdt egy Angliába, egy nagy háznak az alap alatt. Ott csak feküdött 250 évig keresztül. Aha, igen. Őt találták, még Shiva Rama Maharaj, mikor Angliába volt, egyszer építészek kopogták a templomba, Londonba, és mondtak, hát mi itt bontjuk egy nagy házat, ami 250 éves, mert itt fogunk építeni nagy valami központot, és mikor kivettünk a talajból a fundamentet, vagy magyarul alapot, akkor ezt találtunk alatta. És akkor itt hoztunk nektek, mert ti csak tudjátok, mit kell csinálni. És akkor így jött Krisna, szóval mi nem tudjunk, ha csak egy ház alatt feküdt 250 évén, az lehet, hogy több ezer éves, nem tudjuk. Nem tudjuk. Ezért idősebb, mint az oltáron látható Krisna, Krisna völgybe. De amit akartam mesélni, hogy hogyan viszonyul szívbe, nem csak szívbe, Krisna nagyon viszonyul. Egyszer mesélte, van egy szép kis, kicsi ilyen brosúra könyv, ahol pont a Krisna völgyi Ráda Krisna történetekről van szó. Hogy milyen Krisna mosolya? Krisna mosolya, és akkor ott van egy ilyen, hogy jött egy hölgy, aki nagyon szomorú volt. És Kundavali Mataji, aki vendég vezető, ő kísérte, és akkor nagyon szomorú volt a hölgy, mondja, hát most nem tudom, mi lesz velem, mert nincsen munka, már jó darabig, már régóta nincs munka. Hát egyre rosszabb, nem tudom, mi legyen. És akkor mondta neki a Kundavali Mataji, aki a kísérő volt,
hát gyere ide oltár elé, itt van Krisna oltáron, ő úriember. Az úriember mindig viszonom. És ott van egy ilyen oltár előtt legyező. Fogd meg, ajánlj neki valami szeretettel. Legyezd meg Istent. És legyezi, és akkor kérje tőle kívánságot. És akkor itt legyezett, nagyon szomorúan, hogy igen, hát legalább ennyi lehetősége van Isten szolgálnak. És így egy nagyon szép ilyen pával legyező, legyez, de egy pár másodperc letette, és lépett már templom szobából, az egy nagyon szép templomszoba, kifele, ahogy csak elérte az ajtót, csörög a telefonja. Felvette a telefont, és akkor mondja, hát kedves, nem tudom a nevét, akkor hétfőn várunk a munkahelyen. Így visszadom Krisna. Fontos bizalom. Bizalom, és akkor fogunk tapasztalni, és nyitott szív kell legyen. Hogyha mi zárkozott vagyunk, hát ez is a probléma, ebben a korban, a Kali Yugában élünk, ahol most vagyunk, és a Kali Yuga azt csinálja, ez az roham, ez a vásárlás, a fogyasztás, tegnapon, szónapon beszéltünk, hogy ennek a civilizációnak, tudjátok mi a lényege? Sose legyetek elégedetek. Ez a cél. Ne legyetek elégedetek. Miért? Mert akkor ők lesznek elégedetek, mert akkor mentek tőlük vásárolni. És valakinek kell lenni elégedett, de valaki fel kell áldozni, hát akkor 7 milliárd ember fel van áldozva egy pár száz emberért. Sose legyen elégedet. És elfelejtettem, elveszítettem a fonalat. Hova akartam kitörni? Az úriemberségnél tartottunk. Igen, egy válaszol, úriember válaszol. Minden vágya teljesít. Igen, minden vágya teljesít. Lényeg, hogy hogyha mi Krisna szolgáljunk, igen, na elégedetlenség, ez a, term, ez a társadalom, ami erre minket inspirál, hogy sose legyél elégedett, mindig csak legyél fogyasztó, és fokuszál csak a magadban, mint a Szombathelyen belvárosban nagyon csodálatos gazdag bolt van. Tudjátok mi a címe? Kedvenc boltom. Egoist. Ez azt jelenti, hogy te jót vásárolsz, sose leszel elégedett. Mert egoist nem tud lenni elégedett. Egy önző ember. És mit csinál ilyenkor? Ez a féle hangulat, ahogy most él a világ, szűkíti a tudatot, nagyon zárja, nagyon zárkozott. Ilyenkor nagyon nehéz megérteni Isten, nagyon nehéz bízni Istenbe, ezek majdnem lehetetlenre teszi az embernek a tudatját. Ez, és, ő, és ilyen embernek kicsit nehezebb tapasztalni Murtiktól, akik viszonyulnak, úriember, mint amikor, tudjátok, amikor zárkozott ember, én már ezt is segítem neki, azt segítem, ezt segítem, de ő már sose hálálja meg, mint hogyha természetes lenne, ő nem látja, hogy én neki teszek jót. Észrevettetek ilyeneket? De csak az az ember, aki képes lenni hálás, aki próbál széles, tágabb tudata lenni, az képes jobban és jobban tapasztalni viszonyokat Krisnát. Ez nagyon fontos. De hogyha nincsen ilyen, akkor nagyon sokat kell énekelni. Mert ha énekeljünk Hare Krishna mantrát, akkor ezt a tudatot visszanyitja. Mert lélek, eredeti állapot, amiben kell, hogy legyünk, amikor nagyon nyitott. Nagyon meg. Mert szeretet, ez nyitott. Srila Prabhupát, ő azt mondta, hogy legyen hogy mondta, ajtótág nyitva legyen, egy baktának, szóval mert bármikor bárki jöhet, megetetjük, akkor ajtó tág van nyitva, és lélek tág van nyitva. Akkor minden rendben van. Ez a gyakorlat. Akkor tudjuk megérteni Isten, mert ő is ilyen. De hogyha zárkozottak vagyunk, akkor nehezen. Jó. Van esetleg kérdések? Lehet melegíteni a melegíteni valókat. Hogyha van, nyugodtan lehet kérdezni,
azt is lehet mondani, hogy figyelj, nagyon szépen köszönöm, de semmit nem értettem. És például, igen. És miért kellett szirmokat az oltára tenni? Na, ez egy jó kérdés. Te miért szoktál anyukádnak ajándékozni a virágot? Igen. Te miért adsz neki? Azért, mert szeretem. Igen. Krisnának is azért adunk szirmokat, mert szeretjük. És akkor ezzel kifejezünk. Ugye, te szeretetet kifejezel azzal, hogy anyukádnak ajánlasz virágot. Ugye? Nagyon jó. Jó kérdés. És ha egy multit valaki elkészít, mi a feltétel annak, hogy abba bele is költözik az energia? Nagyon jó. Nem csak az energia oda költözik, hanem van a Krisna. Igen, ez egy jó kérdés. Le van írva, hogy kik készíthetnek, ez nagyon fontos, mert kell a szív tisztasága, hogyan, miből, például, hogyha fémből, most nem tudom a részleteket, de a kőből, ott le van írva, hogy milyen kő, hogy kell megkeresni követ, a köveken van jel, hogy meg fog-e jelenni Isten ezen a kövön, ebben kőformában, amikor ki fogsz faragni. Meg vannak adva, hogy milyen repedések, milyen lukak, milyen pontok, akkor ez a kő lehet. Akkor utána, aki készíti, a készítőket úgy hívják, hogy stapati. Az nem bárki, csak úgy fogja, és akkor előkészíti, és akkor holnap elmegyünk, Békés Csabai Ocska piacra se legyünk, mindenkinek Isten legyen otthon, hanem aki készíti, ő be van avatva az egész rendszerbe, hogy ő készíthet. Utána, amikor el van készítve a forma, akkor kell, hogy legyen Krisnának egy nagyon nagy szolgája. Mert Krisna, ő viszonyul, hát úgy, hogy meg is jelenjen, és murti formát fogadjon el, ahhoz meg kell hívni. És az, aki nagyon nagy szeretettel rendelkezik, úgy mondják, hogy Krisnának a tiszta bakta, mint a Srila Prabhupád, Srila Sivarama Maharács, azoknak ott van a szeretet, és mikor ők bármit kérnek Isten, akkor megteszi. És mikor ők, és van egy ceremónia, amikor már megvan, megvan előkészítve van Krisna Murti, akkor ők még meghívják, hogy kérlek, Krisna, gyere, és akkor fogadd ezt a formát, és akkor fogadjál különböző felajánlásokat. Akkor fog történni. Másképp nem annyira történik. Hát van persze néha, nem néha, hanem vannak különböző szabályok is. Van másféle múltik, ez a Ráda Krisna, úgy Ráda is jel, de van még Górni Táj múltik, azok a Úr Csétány látlak, majd nem felejtek el, jó? És Orcsétánya, Górni Táj múltik, az a Krisnának a inkarnáció, aki nem is inkarnáció, hanem maga Krisna, aki 500 év ezelőtt jött, és ők hozták, azért mondom, többes számba meg Góra, Nita, ketten van Krisnának, van egy bátyja, a testvére. Ez az első kiterjedés Istennek. Mikor ők jöttek 500 év ezelőtt, akkor ők vezették be nekünk, a zavaradottságnak, a főembereknek a könnyebb lelki gyakorlat, ez a Hare Krishna mantra éneklés. Mert mi most nem tudjuk más módszert használni, mert agyilag tolókocsisak vagyunk mindennyian. Rokkant nyugdíjas nekünk, igazából mindennyiuknak jár rokkant nyugdíjas kártya és ingyenes parkolás. Mert mindenkinek van valami probléma. Valaki fél, túlagódik, vagy valami, minden szóval rokkant nyugdíjasok vagyunk. Ezért ebbe korba Hare Krishna mantra, ami tolókocsik. Lelki világban betolatjuk magunkat Hare Krishna mantrával.
És akkor a Gornitának és a Murtik, nekik, őket nem kell beavatni, meghívni. Mert ők azért jöttek most ebbe korba, hogy mindenkinek adjanak Hare Krishna mantra éneklés. És az a család, aki Hare Krishna mantrát énekel otthon, meg vegetariánus, akkor ő kaphat Murtit, Hare Goranitáit, és különböző felajánlásokat lehet csinálni. Így lehet. Radha Krishna Murtit nagyon nagy tisztaság kell szívébe, és a lelki tanítőmesternek hazajárulására van szükség, hogyha valaki akar Radha Shyama Sundar, vagy Radha Krishna szolgálni. Szóval így történik, hogy valaki csak kitalál, akkor az lehet, hogy bálvány lesz. Nem hiteles úton előkészített forma, az bálvány. Hiteles, ez a különbség, mert sokszor én is, amikor először láttam, akkor kérdeztem. Láttam, hogy amikor először voltam templomban, még hős hölgy a Budapesten, amikor láttam az oltárt, a murtikat, akkor tudtam tökéletes, de kérdésem rögtön volt, de akkor mi a különbség? Ti murtikat imádtok, oké, nagyon tetszik, de mi a különbség a bálvány és murti? És akkor bálvány és murti között az, hogy bálvány, ez spekuláció, én kitaláltam saját utamat, saját istenemet. A murti az, amikor a hiteles szentírások alapján ősi lelki útnak a tradíció szerint van elkészítve, akkor az hiteles. Mint mondjuk a római katolikus templomban, ott van mozes murtik, aki látta, ott szobrok. Ugye van különbség a görög katolikus és a római katolikus között. A görög katolikusok mondják, hát nem lehet murti, nem lehet szobrok, mert ez már bálvány. Ők csak ikon meg festményeket imádják, de a római katolikusok imádják a murtit, Jézusnak a szobrát. De mi arra azt mondjuk, hát akkor most a görög katolikus akkor már képet sem imádjon, mert most mi a különbség, hogy a rajz, vagy egy háromdimenziós? Ez ugyanaz. Jó, akkor hogyha kitalálunk, nem jó, de hogyha akarunk, akkor ez hiteles hiten utat van, hiteles megfelelő személyek által, akkor igaz. És ki az a másik szoba? Melyik? A kisebbik? Igen, akinek van szoknyája. Akinek van szoknyája. Ja, úgy mondják, hogy Srimati Radharani. Ez a Krishnának az örök társa. Ők nagyon szeretik egymást, és a Radharani mindig törekszik, hogy Krishna legyen boldog, a Krishna pedig arra törekszik, hogy Radharani mindig legyen boldog. Mert az Istennek van, úgy mondják, hogy férfi principuma, és női principuma. Ezért úgy mondják, hogy isteni pár, tökéletes pár. Radha Krishna. Igen? Kettő kérdés is felmerült. Az egyik, hogy a bálványokról, hogy én lerajzoltam Krishna, bocsánat, lemásoltam egy kőből a kislány, meg kiszínezte, akkor azt kidobja, mert az egy bálvány, vagy ez? Ez egy teljesen, hogyha most mi akarunk mondjuk holnap építsünk egy templomot Békés Csabán, és akkor kirakjuk a képet, mondjuk, na akkor ez a fő oltár, az akkor nem jó. De hogyha mi otthon rajzolom, főleg könyvből próbálunk kimásolni, nem pont így sem. Szóval még mindig egy hiteles rajzot láttam. Azt mondja, én nem tudok így rajzolni, mint ott, az nem baj, de ez nem egy oltár imádandó, de Krisnát rajzolni, ez jó. Ja. Az jó. Mert tisztít minket. Jobb rajzol a Krishnát, mint nem tudom Barbie-t. Nem ezt a Barbie-t, azt a játék Barbie-t. Cindy? Cindy. Cindy. Jó. Tehát megőrizhetem akkor ezeket. Persze, nyugodtan. És az nagyon jó színesznek gyerekek, Krishnát, aztán... Igen, az jó. Én is lerajzoltam már. Nagyon jó. Gyerekeknek ez a jó dolog, rajzol a Krishnát. Igen. És akkor Krisnát, ott lehet anyukát, apukát, Krisna mellett, ajánlom a füstölök, Krisnának szirmukat, mert ezeket lehet rajzolni. Igen, és a másik kérdésem az ajánlással kapcsolatban, hogy ugye kell a múlt, amit elfogad,
az Úr, és akkor a Murtin keresztül elfogadja a felajánlást, de ha nekem otthon nincs Murtin, akkor kinek ajánlok, vagy akkor az így felesleges? Vagy? Nem, akkor képet rakunk. Nem. Hát általában úgy is jó, hogyha valaki komolyan veszi, és gondolja, valamikor jó lenne Murti, akkor először képpel kezdi, megvan a kép, ez ugyanaz, gyakorlatilag, csak Murtikot már, ott lehet már többet csinálni, lehet lefektetni, lehet ébreszteni, ruhát cserélni, mert a képen ezt nem tudjuk csinálni, de ajánlani képet tudjunk, füstölőt, virágot, amit ennivalót tudjunk ajánlani, és akkor rakhatjunk képet, de ott is akkor van, hogy milyen képek legyenek, hány kép, ahhoz, hogy mi jól haladjunk hiteles úton, és tudjunk fejlődni, akkor erre is van mód, hogy ez a kép kell, meg ez a kép, meg a Krisnáról ez a kép a megfelelő, sokat tudjunk így fejlődni. És bármilyen távon lehet Krisnának felajánlani ételt? Következő leckét tényleg fogsz tartani? Ez jó kérdés. Nem. Hanem mint a gyerekeknek van saját tányérok, vannak? Nekem van saját kanalom, most is van saját kanalom, még utazok is vele. De ugyanúgy Krisnának is kell legalább venni egy ilyen külön kis kanalat lehet. Hát vannak ilyen, mondjuk Krisna vagyok, nem tudom, van, de szokott lenni ilyen szettek, úgy mondják felajánlós szett. Akkor ott vannak tálkák, kis ilyen mindenfélék, nagyobb tálka, ahol lehet ajánlani. Hogyha nem nincsen, akkor csak el lehet menni boltba, nem tudom milyen boltba, harcelábolt vagy valahol, csak nem műanyag. Ez nem számít tisztán, ezt nem lehet elmosni. És akkor hogy neki veszünk egy ilyen külön tányérot, vagy tálkát, akkor lehet kis kanalot, és amikor felajánljunk, utána, amikor kiborítottunk onnan, úgy hívják, hogy praszádam, vagy mahaprasádam, elmosunk, eltörölünk, elrakunk, és akkor utána lehet enni. Az is fontos, hogy akkor el legyen tisztítva. És jobb, hogyha mindig kicsi külön legyen, nem a mi evősökkel együtt mosunk. Amikor már nagyon szeretett szinten leszünk, akkor az már nem lesz baj, de addig még külön kellene mosnunk. És akkor külön ne kicsit tárolni, nem a mi evőseink között, hanem neki kicsi picit külön helyen, lehet a karvannal, konyva ruhával, így lehet olyan külön Krisnának saját tárcában. Jó? Más? Igen? Azt szeretném kérdezni, hogy ez a sok, mondjuk így, nem tudom másképp mondani, ez a sok külsőség, amit így ilyen szertartásokkor alkalmaztok, ez valamilyen formában segíti a ráhangolódást, vagy a füstölőt, a csengőt, azt, hogy háromszor, mert milyen irányba kell a virágszirmot is ugye felajánlani, szóval, hogy ez így nekem egy kicsit... Sok. Nem az, hogy sok, csak hogy olyan bonyolult. És azt gondolnám, hogy lehet, hogy van egyszerű, de nyilván ennek oka van, csak hogy nem tudom, mi az oka. Igen, a külsőség az mindig fontos, mert például, hogyha férj szereti feleséget, és akkor lehet, hogy feleség, és akkor ő csak így elmébe szeret. És akkor ettől lesz boldog a feleség. Nem kell külsőség, virágot kell hozni neki, megdicsérni, milyen virágot főzöd, kell külsőség. Ez nem, hogy hangulatot ráhangolítja, hanem ez a kifejező szeretet. Minden nekünk kicsit fordítva most van, mi most nekünk szeretet el van oltva, és a külsőséget azért használjunk, hogy felébresztjünk ezt a szeretetet. Be kell tolni a kocsit. A motor befullad egy kicsit. És akkor külsőséges dolgokat, amit követjünk, akkor ezt felébreszti szeretetet, és nem kell kezdeni semmiképp bonyolult dolgokat. Az nem szabad. Egyszerű. Fogod, hát csengetni, hogyha lehet kezdeni csengő nélkül. Az majd, hogy mikor jön,
na igen, most egy kicsit többet akarok a standardből, akkor csengőt is szerzek. És akkor, hogyha csak ennivalót ajánlom, amit én eszek, az a legfontosabb. Mert egyek olyan ételt, ami meg van szentelve, ez nagyon fontos a tudatomnak. Ez az alap. Hogyha akarok kicsit többet, akkor kidíszítem oltár minden nap virággal frissen. Hogyha kicsit többet akarok, akkor veszek füstölőt, és minden nap reggel, amikor már megfürdöttem, akkor jövök, egy füstölőt felajánlom Krisnának, 7-szer körbe. Hogyha még csengetek, és jó, nem csengetek, nem baj. Nem, szóval nem az a lényeg. Itt a nem a rituálé a lényeg, hogy most annyira rituálé legyen, hogy utána menjek pszichiáterhez, hogy már ezt sem tudom, hogy reggel van meg este, hanem szépen, lassacskán, és akkor egyszer kezdjünk egyszerűen. Ezért nem Ráda Krisnával kezdjünk, hanem Gurnitájjal, ott, hogyha legalább nem is ajánljunk semmit, de énekeljünk Hare Krisnát, Murtiknak, az már egy legegyszerűbb. Hogy kicsit bonyolítani lehet, tapsoljuk meg egy kicsit. Kész. Ez a minimum, amit lehetne csinálni. És azokon a multikon mindig kell cserélgetni a ruhákat? Hát, hogyha van, mindig, hát nem, hát valakik tudnak minden nap cserélni, valakik ritkában cserélnek, hetente egyszer, van különböző megoldások. És ha még kóstolás nélkül nem tudom főzni, vagy hagyma nélkül még nem, föl lehet ajánlani azokat az ételeket úgymond kezdésként? Hát a oltár előtt már nem, hogy van oltárok, akkor lótárok, nem ajánljunk hagymásokat, mert az nem tiszta. Nagyon sajnos a hagyma, fokhagyma, az kettős természete. Az nagyon igazi tény, hogy nagyon gyógyító hatása a hagymafokhagyma. Igen, nagyon sok betegség, vérnyomással kezdve, fogint, nagyon sok mindenről hallottunk, és ezt megerősítenek a védikus írások. De a finom energetikája annyira negatív, annyira rossz, annyira szennyes, hogy nem tiszta, szóval nem tiszta dolgokat nem ajánljuk. Ugyanúgy, amikor a gyerekünknek a földről egy ilyen csokoládé, ami tiszta homokban van, nem, na, tessék, adjunk tiszta ennivalót neki, és nem az utcán, ami a leköpött padlóról felemeljük, és akkor adjunk. Uh-huh. Szóval hagyma nem jó. Uh-huh. Hát kóstolni, nem kóstolni, hát ez egy teszt. Kell gyakorolni. Utána úgy van, például, hogyha mondjuk megfőzöl, elajánlottál, levettél, utána kóstolt meg, és talán mi kéne egészíteni, mielőtt a többiek kapnak. Szokták itt sokan csinálni. Mm. Jó? Ja. Igen? És Krisnának csak gyümölcsöt lehet felajánlani? Nem csak gyümölcsöt, hát lehet sok mindent ajánlani. Lehet ajánlani zöldségeket, főtételt, édességeket lehet ajánlani. Nem ajánlanak hús, meg a tojást. Ezt nem ajánlanak. A többi, gyümölcs, zöldség, magvak, minden. Gabona. Igen, mindent lehet. Még lisztet is? Meg kétszer. Jó, ott még készülnek? Jó, meg van idők a kérdésekre, hogyha valaki. Még van kérdés. Vagy hogy nincs kérdés, az is lehet, hogy csinálj kis szünetet, nem? Igen? És porcelánból is lehet ilyen tárt rakni Krisnának? Igen. Minden. Jó. Műanyagon kívül. De hogyha nincsen semmi, akkor legyen műanyag, mint a padlóra lakunk. De akkor lehet, hogy... Szóval úgy van, hogy helyidő körülményt is. Szóval nem el kell úgy, mert mi is mikor kezdtünk, nagyon sok műanyagot használtunk, most már nem használunk. Valamikor lehet, de jobb, hogy a porcelán, fény, lehet a gyémántba is ajánlani. Az a legtisztább. Arra tárca, gyémánt,
hogyha találsz valami gyémántot, nagyon szólja nekem is. Hol találtál? Igen? És nem baj, hogy hoztunk nácitot az oltárra, anyukámmal. Nem, hogy nem baj, hanem nagyon jó. Nagyon köszönjük, hogy hoztak. Isten nagyon örül, hogy nagyon szereti virágot. Képzeld el, Isten azért teremtette virágot, mert ő nagyon szereti a virágot. Azért van a virág. Ezért ő nagyon örül, mikor hoz valaki neki virágokat. Jó? Azt mondják, hogy a virág, az Krisna mosolya. És azért ilyen szépek a virágok, mert Krisna így mosolyog. Rendben, legyen egy kicsit szünet, kicsit így mozogjunk, jogázunk. Hare Krishna mantrával is lehet jogázni, és akkor utána lesz egy kis lakoma, aztán majd tovább programozom. Jó, akkor most megdicsérjük Krishnát együtt, szoktunk Krishna mennyben. Úgy fogok mondani, hogy Sri Sri Radha Shyama Sundar Ki, és utána együtt fogok mondani Jai. Jai, nem, csak azt kell kimondani, Jai, Jai, lelkesen, hangosan, fesztiválon, Jai. Utána fogok mondani, Srila Prabhupada Ki, és akkor mondjuk Jai, jó? Na először csak gyakoroljuk, jó? Játékból. Sri Sri Radha Shyama Sundar Ki, Jai. Ó, ez egy gyakorlatok már nagyon igazi volt. Akkor... Még egyszer. Sri Sri Radha Shyama Sundar Ki. Jaj! És most utoljára minden szeretetet és a hálát rakjunk bele, és így kimondjuk nagyon erősen. Sri Sri Radha Shyama Sundar Ki. Jaj! Nagyon jó. És most Srila Prabhupádnak egy nagyon erősen. Srila Prabhupáda Ki. Jaj!